Na, sziasztok! Hú, ezt alig bírtam ki, hogy ne játszak, amikor egy picit unatkoztam egyedül, videó nélkül. Ez a játék nagyon bejött. Úgyhogy megyünk tovább. Session. Ó, vannak kékek. Hello. Ez jó. A nagy nem lesz jó. Nagy a csebez. Amúgy ebben a játékban az jött be ennyire. Csak hogy értsétek. Ilyen kis csilles. Jól el lehet vele lenni. Hát a spawn rate-en még nem. Attack size-on igen. Oké. Okay. Az is jöhet. Hoppá, hoppá. És már van is. Hmm. 3000-et? Ez így jó lesz. Jó lesz, egy kicsit be fogja pörgetni a játékot. Lilát kellene, csak az a baj, hogy egy core per prestige level, és az a baj, hogy én azt érzem, plusz 3 damage, damage-es, ajaj, ez most jön. Legyen ez. És ez. És ez. Így, mehetünk. Nőtt a damage-ünk. Ja, hogy az volt az explode. És akkor ez a piros kör. Azaz. Jó. Ezt is tudjuk. Ezt amit ki lehet használni. Ha jól csinálom, akkor ezzel a nagyobbakat is meg tudom sebezni, elég durván. Nem akarok, nem nagyon akarok a bossra rámenni, mert nagyon erős. Nem lesz meg. Jó. Megyünk a damage-re. Az a baj, hogy egy ideje nem volt damage-es fejlesztésünk, és amúgy eléggé le vagyunk maradva saját magunktól. Na, ezt szeretném most látni egy darabig. Azért így kicsit könnyebb. Kékek, kékek. Na most az a lényeg, hogy akkor jön a boss, amikor ott alul a progress bárunk felmegy teljesen. Most, hogy fel is töltődött,
egyből elindult a boss pályán. Nem nagyon szeretnék még vele foglalkozni pár pillanat, mert még mindig a kicsik is nagyon nagyot sebeznek rajtunk. Így van. Tehát éppen, hogy csak hozzáértem a bosshoz, el is tűnt a HP-n. Nem tudom, hogy mit lenne érdemes. Jó, hát azon kívül, hogy toljuk a HP-t, vagy az eteket, mint a hülye. És... a plusz... HP-s cucc... Ű, ez se lesz rossz ez a pecsör. Az a baj, hogy nem tudom, hogy melyik irányba, mert innen biztos, hogy jön még erre ág. A HP-ból nem jött. Bosszosból nem jön. Itt szintet kell lépnünk. Jó Isten. Vannak itt elég érdekes számok. Na jó, kezdjük. Következő session. Nem őt bejebb hozzuk. Hülyeség lenne most eltolni. Miért akkor, amikor sokan lesznek körülötte, mint például most? Az ha... milyen jó lesz már, amikor például felveszünk egy ilyen resource-t, és akkor ezzel is töltünk HP-t. Kelleni fog már, sajnos tényleg azt látom, hogy egyre nehezebb a játék. Levele. Kaptunk egy levélt. Vagy levelet? Vagy esetleg egy leveltet. Meg amúgy ennek a játéknak ez a zene, ez a chilles. Jó, van egy SP-nk. Ez volt Exploder Explosion Size. Ez lila. Scaling Health. Jöhet. Armornak nem látom, hogy... ez is kell. Jó, megyünk rá a kékekre. Ez 1500 lesz. Jó, hát úgy látom, hogy amúgy SP-ből most más nincs. Ugye? Igen. Tehát most már csak a kék van, meg a lila, ami olyan. Akkor megyünk az SP-re. Így. Nagyon sok enemink van. Bossra is rágyúrunk. Egy kicsit hadd legyen több enemi a területünkön. És ha megütünk valakit, akkor még több HP-t kapjunk. Áú, az elment levesbe. Kezd alakulni ismét. Az a baj, hogy ezt nem tudom, mivel, hogy alapból tudunk növelni pickup range-et. Ez szép volt. Hogy ez vajon azért van-e, mert amit nem veszünk fel, az elvész? Vagy csak azért van, hogy felvegyük?
és ne legyen itt a pályán. Nincsen robbanósunk. Jó. 254. Hát én még mindig rámegyek a damage-re először. Kicsit legyen több ellenségünk, és akkor toljuk ezt is így. És megyünk a következőre. Ó, oh, volt milestone-unk. Az egy kicsit szokatlan még, hogy van, úgyhogy lehet, hogy néha kihagyom. Áú, ez elment mellé. Hú, ez szép volt. Azaz. Hú, kék. Kék robbanós. Gyere be, jobb. Ögy. Brutálisan jó volt. Nincs időm összeszedni mindent. Bossz nagyon fáj még. Eléggé. De mondjuk őt ki fogjuk tudni úgy csinálni. Távolítjuk a játékból, egész egyszerűen, úgy, hogy... Á, nem. Az a baj, hogy most már a kicsik is nagyot sebeznek rajtunk. Így van. Go to home. Ez még mindig. 26 damage. Ojé, ojé. Az. Toljuk el ezt a pickup range-et is most már. Most már ezzel maxon vagyunk. És akkor jönnek, most már úgy látom a kék fejlesztések lesznek az elsődlegesek. Úgyhogy mindenféleképpen a kéket kell majd. 5. Ó. Fasza. Azért, mert akkor még rá tudunk tolni a damage-re. Crit chance, az jó. Is jó. Az elején nagyon sokat meg tudunk vele nyírbálni. Jó. Ez kell majd. Ez rohadt sok kék. És amúgy most kéket még keveset kapunk. Ezt be kellett volna engednem, de nem baj. Az a baj, hogy sok egyforma dolog van a képernyőn. Jön a boss. Lehet neki most kellene neki állnunk az elején. Így. És megnyertük! Oké. Na most. Attack speed. Vagy HP. Jó kérdés, mi? Pom. Jó,
Mi a következő? 4000 Red Enemy. Jó. Itt még van egy, amiben bele se kezdtünk, mivel hogy nincsen is sárkánk. Ez jó kérdés. Ez se lesz rossz. Jó, dajunk egy ilyet. Így. Bosszokra ráhajtunk egy kicsit. Egy kicsit legyen nagyobb attack size-unk, jöhetnek a spawnok. Én nagyon úgy érzem, hogy inkább HP, mint speed. Speeddel nincs gondunk, mert még így is van olyan, amikor túl gyors. Na, nézzük, mennyivel lettetek erősebbek. Eddig még nem vagyunk rosszak. De rosszak vagyunk. Azok a robbanások, azok nagyon köszönök. Éj, kék, gyere vissza! Hát, benne megesz. Tényleg azt tetszik benne, hogy amúgy aktív játék, mert amúgy rohadtul oda kell figyelni. De menet közben meg chilles, tehát hogy nem ez a ez gyorsan csinált, mert haladni kell, meg mit tudom én, hanem tényleg ez a kis nyugis, de mégis pörgős játék. Főleg ezzel a mechanikával, hogy állandóan jó, akkor ez is ki lett maxolva. Tehát, hogy állandóan úgymond vissza kell ide térned, újra kell kezdeni. Azt nem. Gyertek még. Legyetek jó sokan. Gyűjjetek körém. Mondok egy mesét. Jaj, ezt ne. Okay. Az is jó lett. Még egy robbanás. Oda is elhúzzuk. Nagy. Alakul. Az a baj, hogy most nagyon-nagyon nagy HP veszteségünk van, mert ezek jóval erősebb ellenségek. Szeretném, ha nem ölnétek meg, míg össze nem szedem. Jó. Na most. Itt a közepét ezt maxoljuk már ki. Így. Toljunk rá a sima armorra, a boss armorra. Oké, sárgulunk. Ez így jó. És még egy. Azaz. Próbálom úgy húzni az egeret, hogy mindig, amikor már jön a lövés. Go to home. Ez lesz majd a következő, amit nagyon ki kell gyűjtenünk. De nagyon sok ellenségünk van, úgyhogy mindenféleképpen megyünk erre is. Aztán boss damage-et fogunk húzni, és akkor megyünk tovább a... Igen, ez is megvan. Megyünk a ház.
Az armor, 20%-os armor, az jó. Hát, a spawn rate az is fog kelleni. Uh-huh. Ez baj, hogy amúgy mindig jó fejlesztés, tehát hogy nem tudom azt mondani, hogy most csak erre menjünk rá. Level up! Kaptunk egy SP-t. Bíztam benned. Jók ezek a kis robbanósok. Nagyon nagy területet ki tudunk velük takarítani. Meg hát nem mellékesen rohadt jó damage van. Nem emlékszem, nem figyeltem, hogy írja el, hogy hány százalékos damage van a simához képest, de azért robbanunk néha akkor át, mert több robbanós egymás után robban. Tehát egy robbanós, amit én mondjuk mit tudom én három sebzésből csinálok ki. Szedjem össze! Visszatöltött a HP-nk. Jó! Na! Ezt mindenféleképpen, mivel hogy kellene most már a blue, nagyon nincsen. Explosion size, az jöhet. Szerintem most csak az van SP-sbe. Jaja. Na, alakul. Jó, a kék az kell. Így. Ez mekkorákat robban. És elvileg lesz új fegyverünk is nem sokára. Ami azt hiszem, hogy oldalirányba is lő. Ilyenkor, amikor mi lövünk. Ha jól emlékszem. Pont nagyban kellett küldened azt a viekéket. Jó, oké, annyiból jó a kék, a nagy kék. Ez sok lett. Tetszik. Jó. Annyiból jó a nagy kék, hogy amúgy sok resource-t kapunk belőle. Így, hogy... már is jöhetsz. plusz 6 damage, 20 damage. Bossra még per pillanat nem akarok rámenni megint, hanem inkább egy ilyet szeretnék, és ezt amennyire csak lehet felhúzni. Mert hogy most már megint kezd sok enemink lenni. Az a baj, hogy arra kellene most rámenni, hogy nem meggyepálni a boss-t. Mert akkor megint növünk egy szintet, amivel alapból nincs gond, ha nő, csak megint erősebbek lesznek az ellenségek. És mivel nehezebb, egyre jobban a játék nehezedik, ezért koncentrálok, hogy jól találjak el mindenkit. Tehát, hogy mivel egyre jobban nehezedik a játék, ezért egyre több fejlesztés kell abba, hogy haladjunk előre. Na de most így, hogyha szépen elevickélünk itt egy szinten, és mindig szerzünk 1000 pár százakat, akkor ezeket a fejlesztéseket, amik itt még hátra vannak, szépen ki tudom húzni. Ez az armor érdekelne engem, hogy tesz így valamit. Jelenleg nem látok túl nagy változást, bár az a baj, hogy amúgy nem nézem azt, hogy támadásonként mennyi HP-nk megy le.
Már egy kicsit nehezebb követni. Ups, az mellé ment. Kicsit nehezebb követni, mint a legelején, amikor körülbelül minden támadásunkkal lement egy HP. Most lemegy, csak vissza is jön. Mivel, hogy azért több irányból töltjük a HP-t. Így. Ott az szép volt. Köszi. Amúgy valamilyen szinten ritmus játék. Mert gyűjtögetned kell, de mire visszaérsz a gyűjtögetésből, addigra valahol olyan helyen érdemes lenni a kurzornak, ahol kapsz is valami támadást érte. Nem megyünk rá a bosszra, így is rossz, így is fáj. Ne bántsatok, ez fáj. Áú. Ez elkapta szerintem a bosszt. Mivel kapunk HP-t azért, hogy felveszünk resource-t? Az a kérdés, hogyha megduplázom a resource-omat, már most elvileg 20%-kal, és duplát kapok, akkor az amúgy dupla HP-t ad? Mindegy, pick-up range-re megyünk. És százalékosra. Itt semmi más nem tudunk venni. Jó, megyünk tovább. Jó lesz ez. Au. Hello. De hogy nem. Egy lövéses voltál. Mindenki más az körülötted. Ő miért nem? Tehát a körtől már megszoktuk. Jó, a körről mindig a körfilm jut eszembe. Éppen 17 éves körül voltam. Volt egy műtétem. És olyan fájdalmaim voltak utána. Valami miatt a fájdalomcsillapítót ilyen rohadt gyorsan feldolgozza a szervezetem. Volt egy hasonló műtéte az egyik ismerősömnek. És hát ő így mondta, hogy nekik nem volt autójuk, és mondta a srác, hogy hát ő úgy volt, hogy vége volt a műtétnek, felszállt a buszra. A buszállomás nagyjából hát egy jó kilométer volt a kórháztól. És a srác kisétált, műtött lábbal, lábműtét volt. Kisétált, műtött lábbal a buszállomásra. Az a buszozott. Bevette a gyógyszert otthon, a fájdalomcsillapítót. És semmi baja nem volt. Nekem, amikor vége lett a műtétnek, már a műtét végén én mondtam a dokinak, hogy kezdjünk kicsit kapkodni. Mert kezdem érezni. Azt mondta, hogy ez lehetetlen. Hát, mondom. Három varrat van a lábamban. Azt mondja, ez esélytelen, hogy én érzem. Azt mondja, csak azt éreztem, ahogy ő matatott, mondom, nem? Pontosan éreztem, hogy hány öltéssel lett összevarva a lábam. És megöltem a boszt. És megöltem a boszt! Miért? Menjünk erre.
Márha. Szerencsétlen ember, te. Mindegy, és akkor mondta a doki, hogy hát az esélytelen, hogy én érzem, hogy, ő mit csinált. Hát mondom, már pedig de. Mindegy, és hát az a lényeg, hogy akkor kitalálta édesanyám, hogy valamivel le kell kötni a figyelmem, mert én már az autóban ordítottam a fájdalomtól. És így valahonnan megvolt nekünk pont akkor a kör, úgyhogy elkezdtem a kört nézni. Nem fájt a lábam. Traumatizáljuk a gyereket azért, hogy ne fájjon a lába. Nem gond. Igaz, hogy utána 3 napig nem aludtam, de... De nem fájt a lábam. Szóval a film az meghozta a hatását, csak hát... Azóta se szeretem a horrorfilmeket. Nem tudom, hogy ennek az ármornak van-e bármilyen hatása. Jó, az csak azért zöld, mert zöld az ikon. Tudom, sarkában láttam valami zöldet. Van nekem így a körről azért vannak rossz emlékeim. Ó, azok vagy úgy hala! Hová mozogsz? Százalék. Igen, ezért mondtam azt, hogy fejleszteni kell, de ehhez képest kinyírom a boss-t. Tényleg nem az volt a terv. Gyere már beljebb, robbanókám! Nagy szívem lesz. Így. Na jó, folytatjuk majd a következő részben. Addig is lájkoljatok, iratkozzatok fel. Sziasztok!